ez a tárlat úgy jött létre, hogy tulajdonképpen nem az én találmányom, mert a mesterem, Somogyi József, mindig a növendékeivel ment mindenfelé. És velük állított ki, és büszke volt rájuk, és én is büszke vagyok az én gyerekeimre, növendék gyerekeimre, és itt közel 40 gyermek van, fiúcskák, leánkák, és hát majd meglátjátok, amire oda van írva, hogy Kőpál, azt én csináltam. Amelyikre nincs, az meg ők. Én világhírű festőnek készültem, ugye Tanyán születtem, és onnan araszoltam be egyre beljebb, és iskoláimmal is, meg mindenféleképpen. De hogy én festőnek készültem. És akkor úgy, ahogy valahogy fölvettek a Törökpál utcai képző- és iparművészeti gimnáziumba, és ott Csebi Pogány István tanárúrhoz kerültem, egy erős osztályba. És akkor néztem, mint a péivak hevesen, érted, hogy mi van itt? Tehát az volt, képzeld el, hogy akkor ez a bácsi engem, ez a nagyon híres akvarelista, a Csebi Pogány István, azt mondta, hogy hát meg kell válja magától, meg kell válnom, mert maga rontja az osztály átlagát, és ezek a kis gicsek, amiken maga felnőtt, és így. És akkor teljesen összeomlottam, levitt Somogyihoz. Én nem ismertem Somogyit, nem is hallottam róla. És akkor mondta Somogyinak, hogy hát itt van ez a gyerek, Jóska. Olyan drótosak a rajzai, hát talán szobrásznak jó lesz. És akkor a Jóska mester, Somogyi József megmentett a kirúgástól, meg elkezdett velem foglalkozni, és azt, amit ő értem tett, azt én nem tudnám elmondani, egy nagyon nagy könyvbe esetleg leírva, mert mindent neki köszönhettem azóta is. És az, hogy a tanítványaim, hát ő behívott engem tanítani. 10 évig lébecoltam a világba, és azt mondja, hogy te gyere be, mert most van egy hely. Mondom, mester, nem akarok, hát én nem akarok tanítani, jól meg vagy. Nem jól tudod. Itt van egy nagy kert, az epres kert, vannak gyerekeid, tarthatsz kutyát, ilyennel csalogatott. Na most ott maradtam, és már nem tudom, 35 éve ott vagyok. A főiskolán, én csak így mondom, már ne haragudjatok, azt mondja, ma már egyetem, de hát mindegy. Én oda jártam a főiskolára. És azt mondta Kis Laci, te ismerted Kis Lacit, ő volt a gipszmester, hogy ugye mentünk oda, hogy ezt ki akarjuk önteni, ezt a szobrot, mester, hát tessék adni 2 zsák gipszet. Ezt a szar, ki mondta, hogy ezt ki kell önteni? Mondjuk a Somogyi. Somogyi nem értő hozzá. Az övét is én öntem. Na mindegy, nem adott tizét gipszet, de azt mondta maga, akkor mit csinál? Hát mondom, én faragok. Majd megnézem, mit farag. Most ezt én őtőle kaptam, nem így, ahogy kinéz, hanem ez egy darab fa volt, de egy elkezdett Szent Antal szobor, Párcai Éva. Azt nekem adta. És akkor én faragtam belőle ezt a kicsi gyermekkel a Szűz Máriát, és itt föltettem egy ilyen kicsi templomba. Ez Marcel, ez Jankovics Marcel világhírű rajzfilmes, de ez már átvenet a Károly Róbert király felé. Ez a nagy balog, ez is egy szilfa, és már ezt is nagyon rég láttam, mert a galériában van, vagy a Nemzeti Galériában. Úgyhogy ezt nagyon szeretem. És a Delilah is, amelyik majdnem elége, ez a második volt feleségemnél volt, és hát ő felgyújtotta a házat, nem úgy, hogy oda ment, azt felgyújtotta, hanem megrakta a kemencét, majd lement a Balatonra sétálni. Azért, mert ő egy erdélyány, ugye Péterfi Gizelláról beszélek, egy nagy életművel, és hát a kemence fölrobbant, és a két szoba kiégett. A szomszédban lakott a rendőr, és az átrohant egy poroltóval, és az megfékezte a lángokat, mert hát ez egy 30 méteres náptetővel fedett régi kocsma, az lett átalakítva lakássá és műteremmé, és az porig égett volna. Ez a Gizi haja egyébként, ez is majdnem tönkrement. Elkezdett égni, érted? Hát akkor ez égám. Ez szilfa.
lábon száraz szív. Na, ezek már növendékek. Na most ez a fiú, ez sokfelé felütötte a fejét, elkezdte ilyen lécekből meg rossz fadarabokból összerakni a munkáit. Itt Füreden is van egy pár, bika, meg nem tudom, ló, stb. Ez egy buli. Na most ez a Szőke Gábor Miklós egy fantasztikus pali, a diploma munkáját ott belváros volt, a Nagymedő utcában mutatta be. Hát az kísérteties volt, szóval egy lidércet dolog volt, egy csattogó fogú kutya, tudod? Úgyhogy működött a kutya. Ez Lebó Feri. A Lebó Feri az azért érdekes alakzat, mert papokhoz járt, és akkor egyszer csak megyek Rómába, és ott van a Lebónak a melója, érted? Hogy kerül ez ide a múzeumba, a magyarok nagyasszony a kápolnába? És mondják, hogy hát ő ott Győrben valakivel beszélt, és azt fölbíztatta, hogy jó leszel te oda Lebó. Ez csak érmeket csinál, és most ilyeneket, angyalok, tessék. De már nem járnak hozzám, hát elmentek, elszabadultak itten. Ausztráliáig eljutott a Matos Sanyi például, ott van egy szép kis kollázsa, őt más nem is tudtam tőle szerezni. De hogy itt 40 gyerek van nagyjából, és hát 100-on fölül vannak a növendékeim, és hát igen.